5 év szünet után játszott ismét átcsoportos meccset hazai pályán a Nyíregyháza, és néhány percnek el kellett tennie, mire a cápák felvették a mérkőzés ritmusát. Az első negyedet 4 ponttal meg is nyerte a házigazda, a második 10 perc viszont 2 ponttal a vendégeké lett. Fordulás után egy ideig még fejfej mellett haladtak a csapatok, majd ellépett ellenfelétől a Nyíregyháza, 2 perccel a negyed vége előtt már 14 pont volt a hazaiak előnye. A Kecskemét azonban az utolsó szünetig megfelezte a különbséget, majd a záró negyedben tovább faragott hátrányából. Az utolsó percben egy pontos hazai vezetésnél Johnson távoli dobása lejött a gyűrűről, a megszerzett lepattanóval Jaramaz végigrohant a pályán, és a bal sarokból betalált a nyíregyházi gyűrűbe. Fél másodperc állt az órán, Mokánszki előrevágott labdájából Pipiraz dobott egy kosarat, ám hiába ünnepeltek a nyíregyháziak, a játékvezetők 3 perc videózás után úgy ítélték meg, hogy a találat időn túl született, így 2 pontos kecskeméti győzelemmel zárult a találkozó. Egy nagyon kemény férfias mérkőzést játszottunk. Az első fél időben engedtük, hogy a nyíregyháza jobban kosárlabdázzon a saját ritmusában, sok átmenet gólt adtunk nekik, és voltak könnyű lepattanóik, és a második fél időben sikerült limitálnunk. A harmadik negyedben nem játszottunk jól, rossz ritmusban, viszont ami nagyon fontos, hogy egy hazai vereség után, mikor jöttünk, tudtunk a negyedik negyedben egy idegenbeli mérkőzésen olyan karaktert mutatni, hogy visszajöttünk a meccsbe több mint 10 pontról, és a végén tényleg szerencsés dobással nyertünk, de úgy gondolom, hogy megdolgoztunk érte. A hazaiak edzője nem az utolsó pillanatban kapott kosár, hanem inkább amiatt volt bosszus, hogy 14 pontos vezetésüknél nem tudták lezárni a mérkőzést. Szerencsés kosár volt, de ilyen kosárlabdán előfordul. Inkább az a bosszantó, hogy megadtuk nekik az esélyt erre a szerencsés kosára, és sajnos a végjátékben több butahibát is elkövettünk. Ezt mindenkinek meg kell értenie, hogy ez már az A csoport, itt nem férnek bele ilyen hibák, hogyha meccseket akarunk nyerni. Az már egy jó dolog, hogy 2 meccs alatt megmutattuk, hogy itt a helyünk, viszont győzelmeket is gyűjtenünk kell. A nyíregyháziak irányítója, Nigel Johnson 24 szerzett pont mellett leszedett 8 lepattanót és kiharcolt 10 szabálytalanságot. Az amerikai légiós szerint így győzelmet engedtek ki a kezükből. I thought we fought the whole game, I thought we played well. I mean... Nagyon sajnálom, hogy vereséget szenvedtünk, mivel jó meccset játszottunk. Gyakorlatilag végig kontrolláltuk a mérkőzést, kivéve az utolsó 2 percet, amikor kicsúszott a kezünkből az irányítás. Borzasztó volt látni a palánk alól Jaramaz dobását. Még a levegőben volt a labda, amikor már éreztem, hogy be fog esni a gyűrűbe. A forduló további eredményei a következők: atomerőműese Szolnok 67-90, Pécs Debrecen 63-88, Albafehérvár Szombathely 66-98, Zalaegerszeg Kaposvár 80-77 és Oroszlány Körment 72-78. A Nyíregyháza szombaton a 2 forduló után szintén nyeretlen Pécset fogadja.